Sziasztok! Én újra itt vagyok a Titanfall-lal, ugyanis újra egy érdekes frissítés érkezett a játékhoz, amit még nem próbáltam ki, de mindenféleképpen szeretnék utána járni, hogy milyen. Egy rövid kis videóban, ugyanis nem soká el kell majd mennem, tehát tényleg nem lesz hosszú. De azért nézzük meg. Tehát új frissítés érkezett, és bejelentettek pár új játékmódot, ami hamarosan érkezik, de egyet már bele is raktak. És az a lényeg, közben amúgy itt megjelent itt, hogy hú, hát nincsenek meg ezek a mappakok, hát tehát ezek a térképcsomagok, hát de jó lenne, ha meg lenne neked, de minden esetre nekem nincs meg. És hát a burncardok, nem tudom, hogy lehet, hogy vannak újak, de nem hiszem, hogy számít. És akkor itt vannak ilyen jó kis csomagok ugye még mindig. Na, amit még be akarnak vezetni, az nem tudom, hogy egyelőre benne van-e, de mindenféleképpen bele fogják majd rakni a rangsorolt versenyeket, tehát hogy minden hónapban a legjobb játékosokat így rangsorolják, tehát lesz majd ilyen verseny is a játékon belül, hogy ki mennyire jó az adott pályán, és most menjünk a Play Titanfall-ra, és az új játékmód az itt is van. Frontier Defense. Rá is nyomok, és nem tudom, hogy itt kell-e külön valami jó kis titánt létrehozni, de nem hiszem. A lényeg, ebben a játékmódban négyen vagyunk kooperációba, és folyamatosan hullámokban fognak jönni az ellenséges titánok és botok. Tehát a lényegében ez egy olyan játékmód, hogy nem nincs is nagyon ilyen másik a játékban, hogy nem emberek ellen mész. Tehát ez egy olyan játék, még a kampányban is emberek ellen mész. Itt viszont a gép ellen kell játszanod, folyamatosan jönnek neked, meg kit kell tartani, lehetőleg tovább vagy a legvégéig. Tehát ez a tipikus ilyen tower defense-szerű játék mód, ami mostanában az FPS-ekben is egyre inkább megtalálható. Tehát Mass Effect 3, Plants vs. Zombies, akkor Killing Floor, Left 4 Dead, mindegyikben van ilyesmi, tehát itt se új már ez a dolog. Na nézzük, tehát kiválasztom az alap titánokat, meg pilótákat, akikkel menni szoktam. Itt van az egyik játékos, kettes. Fogalmam sincs, mit kell csinálni. Négy kör van, és ez a második. 104 ellenség van a pályán valahol. Ott egy ellenséges titán? Vagy mi ez? Ott baráti titán. Akkor... ez nem számít. Ott, hogy közel vagyok a monitorhoz, hogy így... kicsit azért könnyen lennék rosszul, hogyha így maradok hosszú ideig. Harvester destroyed. Pilots, we lost the harvester. The IMC got the better of us this time. Ne vesztettünk? Oh. Pilots, I'm restarting. De újra megpróbáltjuk. Remek. Ennek újfajta maszkja volt? Ennek az emberkének? Ja, hogy én is hívhatok már is titán. Akkor jöjj! Megyünk. Tehát ott a Harvester, ezt kell megvédeni. Valamit gyűjt, ugye. 8 Mortar Titan és 96 öngyilkos Spectral. Jó van, az jó lesz. Azt a 8 Mortarosat lehet, hogy el kéne intézni. Annak annyi.
Közben támadják már a titánunkat. Mindegyiknek ilyen pajzsa van. Ez is megvan. Még ott van egy mortál titán. Nem tudom, hogy mennyi van még. Hopp. Milyen jól le tudják rakni a pajzsot, úgyhogy neked tökre idegesítő legyen. Ez is megvan. Ez is megvan. Jó. És akkor nem tudom, hogy van-e még mortál. Kettő van. Három, bocsánat. Jó, jött le új. Nem akadály. Nehézségi fokozat nem tudom, hogy van-e tett. Ez is megvan. Nincs több titán? Akkor lehet, hogy ez a kéne menni védekezni. Egyelőre jól áll a mortár. Sőt, már csak 11 enemi van hátra. Elég lehet, hogy van valami turetem. Ott a pajzs fölött láttatok egy ilyen egyszeres valamit. Jó, ez megvan. Mindegyik pályán van amúgy ilyen co-op, azt ígérték legalábbis. Tehát nincs az, hogy valamelyik pályán nem lehet menni így közösen. Splitting Atoms, nézzük, hogy mit jelent ez. Valami 19 atombombát szállít. Tök most nem olyan ellenfelek lesznek, mint az előbb. Aha. Akkor ezt gondolom nem szabad, hogy közelébe jusson. Barátunkra. Ajaj. Aha. Úgy atom. Így atom. Értem. Már nincs damage score-om. Vagy damage score-om. Na, oké, ezt visszaadom. Előre meg vagyunk ezzel ketten. Azért ettől átjébb kéne jönni. Viszont itt mennek! Nem jó, nem jó! Maradj ott! Jó, megvagy. Ojjaj! Röpülni innen? Ez azért fáj. Ajaj, innen is el kéne húzni. Megvan. Közben itt vannak a kis spekterek. Meg a mindenféle buta kis minyonok. De jó ég, hányan jönnek? Ne, ez sok! Ez sok! Kifogytam, vagy mi? Kifogytam! Mi az Isten csinálja? Nem mehetsz tovább! Nem tudom, mit lehet csinálni ilyenkor. Ajaj! Ojjaj, mennyien vannak, nagyon inkább gyalog megyek. Ez így nem jó már. Ezt meg ott hagyom, hogy ott védekezzen. Na, ugodj már föl. Oké, ez megvan. Team
Aha, itt tudok lerakni tureteket, hogyha nem vagyok semmiből benne. A nullással. Na, akkor... Ó, oh, valami kellemetlen dolog volt. Ezt nem biztos, hogy meg tudjuk védeni, mert megint oda megy valami. Várjunk. Még épp bírjuk, és ennyi? És ennyivel kevesebb élete van? Wow. Utolsó kör, és alig van élete. Na, erre kíváncsi leszek. Nortert Nook 3 darab. Na, és sima titánval is jön egy csomó. Most titán nélkül vagyok, én szerintem rámegyek a mortárokra. Az még itt jött egy titán. Hát inkább akkor erre, mert ez megy. Ez megvan. Basszus! Nem látok semmit. Elpusztult a harvester már is. Wow. Okay, team, I'm firing up the harvester again. Titan's ready for combat. So call one in if you need help. Say it, Pekash. Got a turret ready to go. Place it somewhere and it'll do the rest. It's on the way. Stand by for Titan call. Na jó, akkor lehet, hogy én is itt védekezni maradok. De nem, a mortárok voltak szerintem azok, ami kinyírták a titánt, szóval nagyon előre kéne menni. Tehát egy párat elütöttem. Ez nem jó. Az már nekem kell jobban. Itt nem tudok átmenni. Hol ez megvan? Aja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 j
Ó, füstje van. Jó van. Megvannak. Még ott van egy mortál. Jó. Basszus, mi dökött ennyire? Basszus! Ez nem jó. Ne, ne, ennyi. Kell minden húznom kell. Az a baj, hogy le fog lőni a másik, vagy le fog ütni róla szerintem, mert itt van pont egy másik. Nem. Nem tudok elmenni! Ouch. Ó, jövök repcsivel. Nem sok élete van már. Egyik tiratlan eset. Valószínűleg ez az oldali. Team, we just lost the pilot out there.
Hopp, ennek már nem kell. Megint el. Jó. És akkor jöhet a kövi. Hullám megállítása. Hova hoztam le? Ide. Titanfall! Yeah! Kár, hogy kevés ismerősömnek van meg. Elég jó játék ez. Uff! Mortár, basszus! A mortár fogja kinyírni, az az egy van mortár! Basszus, és kinyírja, nézzétek meg. Nem hiszem el. Alig van élete! És oda ragadt egy rohadt pajzsot, de legalább arra megy. Ja, ketten kinyírtuk. Ja, ott van még egy. Utolsó! Nem hiszem el! Nézzétek, mennyi élete volt! Hát ez nagyon... Ez nagyon durva volt. Na. Tehát akkor ez volt a Frontier Defense, vagy Frontier, nem tudom, hogy kell. Defense-es játékmódnak a kis gyors bemutatkozása. Én megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mondjuk még megnézhetjük, hogy van-e valami, tehát ilyen akármiket osztogat, hogy mennyire vagyunk jók. És akkor így lehet gyűjtögetni, hogy hú, hát 1650-et is össze lehet szedni, az 3 csillag. Na, tehát hogyha érdekel titeket, akkor kapjátok elő, poroljátok le a Titanfall, de még mondjuk nincsen rajta internetadó, addig még olcsó. A 60 giga, amit letöltesz, szóval játssza le nyugodtan. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!